Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés! A Mi Hazánk Mozgalom nevében szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét a teljesség igénye nélkül néhány a magyar gazdatársadalmat, a gazdatársadalom jelentős részét érintő és egyre súlyosbodó problémára. Rögtön az első helyen a piac szerzést, a termékeink piacra juttatását és a felvásárlási árakat említeném, de hasonlóan fajsúlyos probléma a munkaerőhiány, mint ahogy ebbe a körbe kell sorolni a Viszmajor ügyek kezelését, a kárenyhítési alappal kapcsolatos problémákat, de sajnos a vezető problémák, a vezető gondok között szerepel például az adóvisszaigénylések, a birtokrendezés késlekedése, illetőleg a különböző uniós támogatások kifizetése körüli késedelmek és lisszásságok problematikája. Az időkeret szűkösségére való tekintettel, mint egy áttekintő jelleggel fogok ezeken a problémákon most végigmenni, és a közeljövőben igyekszem ezeket majd tételesen, külön-külön részletesen feldolgozni és bemutatni. Ami itt a felvásárlási árak kérdését jelenti, és ha csak a gyümölcságazatra gondolunk, ez hozzám, hogy a családi gazdaságunk révén közelebb is áll, akkor azt mondhatjuk, hogy relatíve sikeres évet zárunk, de ez nagyobb részt annak köszönhető, hogy a lengyel, illetőleg a nyugat-európai versenytársak olyan fagykárokat és viszmajor károkat szenvedtek el, amelyek segítették a magyar gyümölcsök, legalábbis a magyar gyümölcsök egy részének piacra jutását, és egy átlagosnál valamivel magasabb felvásárlási ár kialkudását, de gyakorlatilag ez az orosz rulettszerű, szinte a környezete, az éghajlat, az időjárási tényezőknek való kitettség, ez egyik évben előnyünkre, másik évben a hátrányunkra fordul. És hát itt ugye a híres, méltán híres magyar-lengyel barátság talán némileg csorbát látszik szenvedni, ugyanis gyümölcs fronton a lengyel barátaink a legnagyobb versenytársaink, és hát az ottani kedvező szerkezet átalakítás, illetőleg az ő piacra jutási lehetőségeik, akár a fehér-orosz útvonalakat kihasználó keletre történő értékesítési lehetőségeik, és a jóval magasabb támogatások komoly előnyt jelentenek a lengyel gazdáknak, éppen ezért képesek jóval versenyképesebb árakon értékesíteni a lengyel gyümölcsöket akár a magyar piacon is. Aztán mindjárt itt van a munkaerőhiány kérdésköre, amely teljesen abszurd, tudathasadásos módon az északi és északkeleti megyékben egyszerre van jelen a munkanélküliséggel. És hát igaz, hogy valamennyit javul a helyzet azokon a településeken, ahol a közmunkát megfelelően megszervezik, de ott, ahol a közmunka és a mezőgazdasági idénymunka, szezonmunka közötti átjárást a helyi közmunkaszervezők, a helyi önkormányzatok nem megfelelő eréllyel biztosítják, ott bizony egyre súlyosabb gondokkal küzdködnek a kézi munkaerő igényes ágazatok, a zöldség-gyümölcs ágazat kifejezetten ilyen. Itt ugye a gépesítettségünk a szántóföldi kultúrákhoz képest jóval csekélyebb mértékű a termelés jellegéből adódóan. Aztán utaltam egy perccel vagy két perccel ezelőtt a kárenyhítés alap problémájára. Ez ugye tavaszi fagykárok, viharok, jégkárok idején, főleg a májustól szeptemberig terjedő időszakban egy visszatérő rémálom. Ugyanis hiába van legalább 20 milliárd forint körül összeg a kárenyhítés alapban, ez az alap jelen állás szerint a nevének megfelelő hatást vagy célt sem tudja betölteni, funkciót sem tudja betölteni, mert legfeljebb kárenyhítgetési alapnak lehet csak nevezni, hiszen a számítási módszer, a számítási képlet miatt azt látjuk, hogy több milliós vagy több tízmilliós termés kiesés esetén legfeljebb néhány százezres kárenyhítése számolhat az adott gazda. Az adóvisszaigénylések kérdése talán a legcsekélyebb súlyú probléma. Itt azt emelném ki, hogy a tárgyévet követő év májusában történő jövedékadó visszaigénylés, a gázolaj utáni jövedékadó visszaigénylés szabályain talán időtényezőt tekintve illendő lenne javítani. Mint ahogy a birtokrendezés is késlekedik, folyamatosan ígérgetik, valóban erre többször elhangzottak már különböző javaslatok. A Mi Hazánk Mozgalom nagyon bízik abban, hogy februárban ez a ház elé kerül, márciusban, legkésőbb márciusban sikerül elfogadni, és szakaszos hatályba léptetéssel, vagy akár egy egyszeri hatályba léptetéssel minél hamarabb el tudjuk kezdeni felszámolni az osztatlan közös tulajdon problémáját, amely a Mi Hazánk Mozgalom szerint az egyik legkomolyabb akadálya az egészséges birtokszerkezet és a mezőgazdasági vérkeringés kialakulásának. És végül, de nem utolsó sorban szeretném felhívni a figyelmet a pályázati visszásságokra, a pályázati kifizetések problémáira. Rögtön van olyan gyümölcstelepítési jogcím,
ahol korábban azonos történeti tényállások mellett nyertek tömegesen pályázatok, most dettó ugyanolyan tényállás mellett visszautasítanak pályázatot, sok milliárd forintot megsporolva ezzel teljesen értelmetlen önsorsontó módon Brüsszelnek, ezen jó szándékkal, megfelelő jogértelmezéssel lehetne javítani, mint hogy arra is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nonsens, hogy másfél, két éves, vagy két és fél éves elbírálási határidők vannak a pályázatoknál, és legalább ennyi a kifizetési határidő csúszása. Ez egyenes út a gazdák tönkremeneteléhez, éppen ezért ezeket a határidőket lényegesen le kell rövidíteni. Köszönöm szépen!